Szentképek, imakönyvek és füzérek. Csak néhány kegytárgy, amelyet Gáva Vencellőn láthatnak ezen túl a helyiek és a turisták. 2011 nyarán szinte az egész település megmozdult, hogy felajánlásaikkal létrehozzák ezt a gyűjteményt. Évről évre folyamatosan érkeztek újabb és újabb szentképek és más kegytárgyak, így ma már rengeteg erekje őrzi az itt élők sváb emlékeit. Ma már két parasztházat is meg tudnánk tölteni, annyi emlékünk van, és hát ugyebár ez egy, főleg a Vencellő rész, egy régi sváb településről beszélünk, ahol a katolicizmusnak nagyon nagy hagyománya volt, tehát óriási töltete volt, és tényleg vannak értékes olyan régi képeink, festmények, illetve bibliák, egyéb egyházi jellegű dolgok, amelyek alapjait képezik ennek a kiállításnak. Illetve hát ideje volt már megújítani, és ezért vágtunk bele ebbe a turisztikai pályázatba, hogy egy új épületet tudjunk szerezni a képeknek. Korábban egy régi romosházban tárolták ezeket, így időszerű volt méltó körülményeket teremteni a szentképeknek. Bár ez a komplex projekt most lezárult, a rétköz turisztikai fejlesztése a jövőben is folytatódik. Itt Gáva Vencellőn további elemek is kellenek nyilván, hogy vonzó turisztikai kínálatot tudjunk itt ebben a térségben, ennek a Gáva Vencellőn is fejleszteni. Nyilván integrálni kell a közszomszéd településekkel, a Szabolcsi Földvárral, a Tiszaparttal, Ibránnyal, ezeket a látványosságokat, élményelemeket, és tovább kell fejleszteni már a Top Plus-ban, ahol a Vármegyének a aktív ökoturisztikai fejlesztését fogjuk megvalósítani. Elkezdjük ennek a megvalósítását a jövő évben. Ezek a programok egymásra épülnek és kiegészítik ezt a turisztikai kínálatot, amely reményeink szerint ide vonza nem csak a határon inneni turistákat, hanem messze a nagyvilágból is. Ennek érdekében fejlesztették például a Dombrádi és az Ibrányi Tiszapartot, és a projekt részeként Tisza Bercelen a Bessenyei Emlékházat is felújították.